Sziasztok! Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a heti hármas podcastünkben. Többek között itt van velünk Juve fan. Üdvözlök mindenkit! Anderson. Sziasztok! Valamint én Csibu. Ahogy megszoktátok, most is három témát fogunk kibeszélni, kivesézni. Nem lesznek olyan hosszúak ezek a témák. Az egyikük érinteni fogja az újpesti mérkőzést, a másik a DVSC jelenlegi keretével fog foglalkozni, a harmadik pedig a sajnos ismét a Loki bloggal egy picit, mert ne lehetne a heti hármasban néha a Loki bloggal is foglalkozni. Jöttek ugyanis újabb kommentek, és ezekre próbálunk a magunk módján reagálni. Na de kezdjük is az elsővel. Mi a véleményetek az Újpest elleni mérkőzésről, főleg annak tükrében, hogy végre ismét legalább negyedháznyi néző kilátogatott a stadionba. Hát örömteli volt végre ismét olyan hangulatban játszani, ami az a régmúltat idézte, a visszarepített minket a 2000-es évekbe, annak is a közepére, amikor a siker korszakunkban rendszerint ilyen nézőszám minimum, és ilyen hangulat uralkodott a stadionban, akkor még ugye a Zalágábor utcán, úgyhogy tényleg le a kalappal most a B közepünk előtt, mert tényleg jó hangulatot varázsoltak. Ha jól tudom, Anderson, akkor te ott voltál a B-szektorban, ahogy szoktál. Milyen volt onnan a hangulat? Igen, ott voltam a B-középben, és az az igazság, hogy a régi hangulatból jött vissza valami, amit még az Olá Gábor utcán lehetett átélni. Kicsit nekem mondjuk hiányzott az a konkrét stadion, nyilván sokkal szebb a Nagy Erdei, de valahogy az emlékek miatt hiányzott, tehát nem azért, mert most visszasírnám, de ettől függetlenül az, hogy végre volt megint szurkolás olyan módon, mint régen, az már nagyon hiányzott, és biztos vagyok benne, hogy ez tényleg rengeteget dobott a csapatjátékán is, úgyhogy abban van igazság, hogy a szurkolók tudnak mérkőzést befolyásolni, nekem is vannak ilyen Loki meccs emlékeim is, és most ez a meccs is talán kicsit tényleg ilyen volt, mint ahogy azt Pontes is nyilatkozta, talán Holman is nyilatkozta, most ezt el tudom nekik hinni, hogy tényleg befolyásolta a játékunkat pozitív irányba, még akkor is, ha szenvedtünk, de lehet, hogy a szerencse miatt állt most mellénk. Részben. Hát én most ismét a sajtószektorban néztem egyébként a találkozót, és hát mindenképpen vártam egy negyedháznyi fanatikust, vagy szurkolót a lelátóra. Hát szomorúan kell hozzátenni, ugye, hogy egy 20.000 fős arénában már annak is örülünk, hogy legalább 5.000-en már kilátogattak a nézőtérre. Ami nekem örömteli volt, szemben ahhoz képest, amit mondjuk nyáron 10.000 nézőnél tapasztaltunk a San Marino elleni mérkőzésen, hogy most amit tényleges... Amit a La Fiorita elleni mérkőzésen. Hát a San Marino kis csapat a La Fiorita elleni mérkőzésen így van, hogy most ténylegesen szurkolás is volt, tehát nem csak nézők, hanem valódi szurkolók látogattak ki a stadionba, és ez mindenféleképpen pozitív volt, és emlékeztetett arra, hogy hogyan is kellene egy DVSC meccsnek kinéznie. És megint csak nagyon jó jelzés volt ez, akár az MLS, akár a DVSC, akár a futballt kevésbé kedvelők iránt, hogy igenis erre egyébként lenne igény. Tehát nem arról van szó, hogy mindenki eltűnt, és teljességgel kiveszett ebből a közegből, hanem lenne erre igény, nagyon szívesen jönnének a mérkőzéseinkre, de egyszerűen olyan körülmények vannak, és olyan dolgok történtek az elmúlt években, amik lelkileg roncsolták azt a fajta kapcsot, azt a fajta kapcsolatot, amire nagyon nagy szükség lenne. És ezt el lehet mondani egyébként a többi NB1-es csapat kapcsán is. Hát most ismét kilátogattak az első fél időben, én azt gondolom, hogy tényleg nagyon remek volt a szurkolás, az zászló folyamatos lengése és a régi nóták újra fülbemászó dallama nagyon-nagyon pozitív volt számomra, és nagyon örültem neki. Hát annál szomorúbb lesz, hogyha ismét visszaáll az a tendencia, hogy 1-2 ezer néző megy ki a mérkőzésekre. Ebből itt két dolog, ami kérdésként felvetődik bennem. Az első az, hogy vajon a Honvéd ellen is lesz-e hasonló nézősereg, vagy ez egy ilyen egyszeri alkalom volt. A másik meg az, hogy vajon minek kellene történnie ahhoz,
hogy huzamosabb időre visszatérjen ez a nézőszám, és huzamosabb időre visszatérjen a szurkolás. Szerintem a Honvéd ellen is leszünk egy ilyen 4500 körül ilyen, már csak azért is, mert a szezon utolsó hazai mérkőzése, azért az általában mindig nagyobb érdeklődéssel van a szurkolók felé, úgyhogy szerintem én legalábbis erre számítok, hogy azért legalább egy ilyen 4-4500 ember ismét összejön, pláne mert, hogy azért a Honvéd a bajnoki címért küzd, tehát végül is egy élcsapat jön az otthonunkba, akinek mondjuk elronthatjuk a céljait azzal, ha mondjuk nyerünk ellenük. Úgyhogy hát nyilván a B középben már szerintem nem lesz ekkora létszám. Azért láthattuk, hogy tényleg itt most olyanok is kijöttek, akik nagyon sok éve mondjuk nem jártak már meccsre, mert azóta már kiöregedtek, ahogy ugye ők is elmondták, meg elment a kedvük ilyen-olyan okok miatt. Úgyhogy ez most sajnos lehet, hogy tényleg csak egy egyszeri alkalom volt ez a fajta hangulat. Anderson, szerinted minek kellene történnie ahhoz, hogy hosszú távon megmaradjon a nézősereg? Egyrészt mondjuk annak, hogy ne essünk ki az NB1-ből, hogy így az alapoknál kezdjük, de egyébként a csapat harcias játéka is rengeteget segíthet ebben. Most is azt lehetett látni, hogy nem játszottunk ugyan annyira jól, de az, hogy küzdöttek a fiúk, az elég volt arra, hogy a mérkőzés végén a szurkolók tényleg tudjanak lelkesedni és velük örülni. És gratulálni a sikerhez. Tehát rég láttam olyat is, hogy az oldalsó szektorok lengették a sálakat a meccs végén az ünneplésnél, nem csak a B középnél volt ez. Szóval, hogy volt egy általános pozitív hangulat, és szerintem ennek kéne igazából, ez volt a probléma az elmúlt években, hogy nem volt lelkesedés a focistákban, és ezért a szurkolók még a viszonylagos eredményesebb, mondjuk bronzérmes szezonban sem tudtak lelkesedni a csapatért, és azt érezték, hogy nem veszik őket komolyan. Most idén főleg így a vége felé már nem lehet ezt a teljesen testpet hozzáállást érezni, tehát akarnak a játékosok, lefeljebb nem tudnak, és szerintem hosszú távon ez lehet a siker egyik kulcsa. Meg egyébként nyilván az eredményesség is sokat jelentene hosszabb távon, meg az is, hogy legyenek fiatal helyi játékosaink, de sajnos azért ettől távol vagyunk mind a kettőtől. Nem lehet jóvefar, hogy az Anderson által is említett szurkolás, ami most jelen volt, azt igazából nem is a csapat generálta, hanem saját maguk a szurkolók? Tehát egy ilyen öngerjesztő folyamat volt inkább ez? Hát sokat nyomott alatba, hogy most erre a mérkőzésre volt ez a retro party meghirdetve és megszervezve. Ezt ha nem lett volna, akkor nyilván egy olyan mínusz 2000 néző szerintem alsó hangon, és a hangulat pedig osztva 5-tel szerintem. Úgyhogy ez sokat nyomott alatba, és ez inkább ez tüzelte a csapatot, utána pedig a csapata a szurkolókat, tehát ilyen oda-vissza dolog volt ez szerintem. Számított a győzelem szempontjából a kilátogató néző, vagy mi szeretnénk úgy gondolni, hogy persze számított? Hát hogy ne számított volna, hát ezt elmondták a játékosok is, hogy számított. Nyilván más úgy küzdeni mondjuk emberhátrányba egy fontos kiesési rangadón, hogy közben 5000 ember szurkol neked, meg más úgy, hogy mondjuk üres a stadion, és csak a vendégszurkolók 5 fős létszámának a dobolását hallod. Hogyha nem nyertünk volna egyébként, akkor is pozitív lenne a gondolatisága a mérkőzésnek így a lefújást követően? Nem, az én részemről biztos, hogy nem. Tehát akkor azért még mindig ott vagyunk, hogy ahhoz, hogy ez huzamosabb maradjon, ahhoz azért a jó játék is kellene, nem csak a... Én most a szereplésünkről beszélek, nyilván a meccs hangulata az akkor is azt mondtuk volna, hogy jó, de más szájízzel jöttem volna haza, hogyha nem nyerünk. Tehát ugye láthattátok a összefoglalóba is most ilyen retro stílust vettem elő, de ezt már eldöntöttem magamban a meccsőt, hogy ezt csak akkor fogom megcsinálni, ha nyerünk, mert egyébként nem lett volna kedvem hozzá egyszerűen.
sokkal másabban álltam így hozzá ehhez is. Jó, hát nagyjából ennyi az újpesti meccsről szerintem, ami a külső körülményeket illeti. Én mindenképpen szerettem volna mondani, bár tudom, hogy számotokra nem volt akkora nagy különlegessége a dolognak. Főleg azoknak lehet ez újdonság, akik nem voltak kint a találkozón, hogy a félidei 11-es rugó versenynél, mivel előtte Danilovics megsérült, és esélyes volt, hogy Kelának be kell állnia a csereként, ezért nem kockáztattak a szervezők, és megkérték Balajca Szabolcsot, hogy ő védje ki a mi B-szektorunk előtt a 10 jelentkezőnek a 11-eseit, úgyhogy ez egy üde színfoltja volt, érdekessége volt a félidei sónak, hogyha lehet ezt sónak hívni. Én örültem, hogy van ilyen jellegű megbékélés is a két tábor között, és tényleg lemehet így egy jó hangulatú kis játék, hogy az ellenfél kapusa véd. Egyébként helyenként meg is alázták Balajcát, mármint most nem a szó negatív értelmében, hanem inkább a pimasz értelmében, tehát azért volt pár olyan 11-es, ami enyhén szólva pofátlan volt a szurkolók legnagyobb örömére. De Balajca egyébként szerintem pozitívan állt, ez az egész, ez nekem úgy tűnt. Így van, tehát nagyon kellett hozzá az, hogy Balajca ezt bevállalja. Én úgy gondolom, hogy nem sok kapus lett volna az NB1-ből, aki hasonló szituációban szívesen odaáll az ellenfél szurkolói elé, és azért számíthat rá, hogy fognak neki pár gólt lőni, és olyankor bizony fognak örülni ennek a hazaiak. Úgyhogy ez számomra pozitívum volt. Ami már kevésbé volt pozitívum, és mielőtt tovább mennénk a következő témára, mindenképp megemlíteném, az a játékvezető, valamint Diarra ténykedése. Ha muszáj lenne választanatok kettejük közül, akkor melyiknek a terepét mondanátok undorítóbbnak, hogyha ilyen szót használhatok? Azt hittem, hogy azt szokott kérdezni, hogy ha választanunk kéne, akkor melyiknek a kurva anyja? Én nem fogalmazok így, én szofisztikáltabban vagyok, de lehet, hogy valami ilyesmire gondoltam, tehát hogy melyiknek adtatok volna egy jókora pofont, hogyha választani kellett volna a mérkőzés lefújását követően. Mind a kettőnek. De tényleg viccen kívül Diárának a produkciója undorító, gusztustalan volt, Iványé meg még gusztustalan. Igen, alapvetően egyébként én a saját kérdésemet, hogy meg is válaszoljam, mielőtt Andersonnak adnám a szót. Én inkább Iványit képelném fel egy picit, hogy azért nem már, mert még Diarránál talán meg is tudnám érteni azt, hogy igen, focista és küzd a saját csapatáért, és mindent bevet, még hogyha az nem is éppen fair dolog, amivel próbálkozik, és amivel megtéveszti a játékvezetőket, de nem kellene vajon ezt is büntetni utól? Azért nagyon sok olyan szankciója van a FIFA-nak, az UEFA-nak, az MLS-nek is, amikor utólag vesznek elő egy-egy játékost, és azt mondják, hogy hát annak ellenére, hogy azon a meccsen kiállítottak, vagy nem állítottak ki, mi eltiltunk X mérkőzésre, nem kellene ezeket is figyelembe venni, hogy szándékosan meg akarja téveszteni a játékvezetőt, és miután 3 percig fekszik, fetreng a pályán, azután egyből visszajön, és semmi baja nincs? Hát erre már megtalálták a megoldást a topligákban. Olaszországban például a műesést utólag eltiltással jutalmazzák, most a legutóbb például a római derbin, a Róma Lazión. A Róma egy ordas nagy kamu 11-est kapott, amikor Strootman feldobta magát a 16-oson belül, megítélte a játékvezető, gólt is lőtt belőle a Róma, aztán Strootmant eltiltották 2 meccsre ezért, úgyhogy ott nincs, nem szívbajoznak az ilyen dolgokon. Vajon nálunk miért nincs ilyen? Hát mert nálunk előbb néző legyen, majd utána legyen videóbíró, ahogy Bede Ferenc megmondta. De ez még videóbíró se kell, tehát ez egy utólagos bizottság leül. Van itt egy kis akinek ez nem érdeke, ennyi a válasz, tehát. Púl Sanyi is lepje. Anderson, mit gondolsz egyébként, hogy visszatérjek az eredeti kérdésre? Kit pohasztál volna fel szívesebben? Hát nehéz kérdés. Diarrát talán egyébként, és amiatt, mert az csak egy dolog, hogy folyamatosan provokálta a játékosainkat, az is nagyon undorító volt, de
az, hogy valaki nem hajlandó visszaadni egy ápolás után a labdát az ellenfélnek, az ilyen körülmények között sem fér bele szerintem. Ez nagyon magas fokú sportszerűtlenség. Nem véletlen, hogy utána a csapattársa kirúgta a labdát, és még vele is összeveszett Diára, majd a végén leütötte egy játékosunkat, amiért sárgát kapott, itt nyilván már a bíró szerepe is bejön, de legalább két piros lapnyit összehozott ezen a meccsen is, mint ahogy egyébként emlékezhetünk, hogy az őszi Pontes által is emlegetett Újpest-Loki 2-0-án is ki kellett volna állítani Diárát, amit szintén Iványi mulasztott el, tehát itt össze is érnek a szálak. Azért nyert nálam végül Diára a negatív versenyben, mert Iványi legalább valami csodával határos módon az újpesti gólt nem adta meg, amivel azért akarva akaratlanul nagyon sokat segített nekünk, de a mérkőzés nem, sem mutatott. Nem, bocsi, itt azt mondanám, hogy nem, ez nem segítés volt, ez egy egyértelmű kezezés akkor, volt. Tehát az, egyébként az... azt nem mondom, hogy egyértelmű, de szerintem is kezezés volt, nem volt nagyon tegyük, egyértelmű. És még azt is tegyük hozzá, hogy nem Iványi nem adta meg, hanem a így van. Alapvonali bíró jelzett, hogy... De erre lehet azt mondani kicsit szkeptikusan, hogy de legalább nem bírálta felül, mint ahogy egyébként volt, hogy a partjelzőit felülbírálva szögletet mutatott, hogy csak egy példát mondjak. Nyilván, de tehát nem lehet azt mondani, hogy na akkor most ott kárpótolt minket. Ott azt fújta, amit fújni kellett egy ilyen szituációban. Előtte meg volt 200 olyan szituáció, amikor nem azt fújta, amit fújni kellett volna. Úgyhogy, úgyhogy nem tudom, tehát az, hogy ilyen bírói ténykedés van, az továbbra is förtelmes. És Diarrával kapcsolatban pedig még az, ami eszembe jutott ott is, és akkor itt is Iványira térnék rá, hogy oda sem nézett az eset felé. Tehát hiába volt nagy felhördülés, Brükovicsal foglalkozott Iványi, semmelyik esetet nem látta, és utána, nem tudom, figyeltétek-e, de azonnal rohantak be az öltözőbe a bírók, ahelyett, hogy kinmaradtak volna, hogy adott esetben, hogyha van valamiféle kakaskodás, akkor azt megfékezzék, és büntessék annak rendje módja szerint. És hogy még erre rátegyen egy lapáttal az MLS, illetve az M4 sport, hát gyakorlatilag ezek a jelenetek nem csak hogy az összefoglalóban maradtak ki, de hát azért maradtak ki az összefoglalóból is, mert élőadásban sem mutatták, sem teljes egészében, sem pedig utólag megvágva vagy rövidítve ezeket a jeleneteket, ahogy Diarra torkon ragadja, előbb Tőzsért, majd a földre viszi Jovanovicsot. Nem tudom, hogy ez szándékos volt-e, vagy csak lemaradt róla az operatőr, de elképesztő, hogy nem mutatnak meg ilyen jellegű jeleneteket. Igen, meg mondjuk az is elképesztő tényleg, ahogy az összefoglaló készítést kezelik, amiről lehetne beszélni, hogy milyen színvonalú a helyzetek szempontjából is. De igen, egyébként visszatérve Iványira, eddig ő egy olyan kevesebbet emlegetett bíró volt nálunk, nyilván beszéltünk róla is, neki is voltak rossz meccsei velünk kapcsolatban. Én nekem Iványiról eddig mindig az jutott eszembe, hogy nincs olyan meccs, amikor ne akadna el benne a labda, most egyébként épp nem akadt el, de azért elég gyakran megtörtént. Emlékezhetünk, hogy a videóton ellen még annó kaptunk is egy gólt abból, hogy elakadt benne a labda. Viszont most már az Újpest is eszembe fog róla jutni. Tehát így, hogy beszéltünk róla, lehet, hogy egyébként kihozom döntetlenre a Diára versus Iványit. Na hát van-e még olyan gondolat, ami az Újpest meccs kapcsán vetődik fel? Akkor, hogyha nincs, akkor mehetünk is tovább a második pontra. Ami, ahogy már említettem, a DVSC-nek a kerete, és én most teszek egy állítást, egy kijelentést, nem biztos, hogy én jó magam is egyetértek ezzel a kijelentéssel, majd azt később fogom közölni. A kérdés, hogy ti, akik hallgattok minket, vajon melyik oldalra álltok, egyetértetek-e ezzel teljes egészében, avagy sem. Ez a kijelentés pedig úgy hangzik, amennyiben Leonel Pontes a nyár elején érkezik, a felkészülési időszakban érkezik a DVSC-hez, és ugyanaz lenne a kerete, amely jelenleg a DVSC kerete, akkor jobb eredményt ért volna el jóval a DVSC, és nem lett volna kiesési gondja. Egyet értetek ezzel, vagy nem? Nem, én nem értek egyet ezzel.
ez a keret, ez nem alkalmas arra, hogy komolyabb célokat tűzzünk ki magunk elé, ez az én véleményem. Itt a kulcs nem is az volt, hogy ők későn jöttek, hanem hogy a kulcsjátékosaink elmentek. Ugye erről is beszéltünk már sokat, hogy Bódi, Varga, Tisza a kulcsár. Jó, most valaki már nem volt kulcsjátékos, de azért mégis évek óta itt játszottak. Szóval ők elmentek. Alapvetően ez sokkal nagyobb befolyással volt az egészre, mint az, hogy később érkeztek a játékosok. Egyetértek veled, de annyit azért hozzátennék, hogy szerintem lett volna némi jelentősége. Tehát lehet, hogy már most megnyugodhatnánk, pár ponttal több lenne. És azért gondolom ezt, mert lett volna ideje Pontesnek feltérképezni a viszonyokat a klub házatáján, és esetleg hamarabb merni elszakadni attól az ideától, hogy mi még mindig egy nagy klub vagyunk, és ez szerint is kell fociznunk. Tehát azt gondolom, hogy talán ez tudott volna egy kicsit segíteni, és így lehetne több pontunk valamivel, de az biztos, hogy nem a dobogóért harcolnánk akkor sem, hanem mondjuk a középmezőny alján lennénk. Ennyire egyértelmű ez a szituáció akkor? Tehát ezt gondoljuk, mert egyébként én is így vélekedem. Tehát én azt gondolom, hogy a jelenlegi keretünkből nem lehetne sokkal többet kihozni, akkor sem, hogyha sokkal korábban itt vannak, és akkor sem, hogyha Leonel Pontes nem a nyár végén érkezik. Én úgy gondolom, hogy ez a keretünk arra képes, amit most tesz. Esetlegesen mondjuk egy Paks szintjét megüthetnénk, azaz a középmezőnyben lennénk, és nem lenne feltétlenül kiesési gondunk, de nem gondolom, hogy ennél merészebb álmaink lennének, tehát én gyakorlatilag kijelenteném, hogy inkább még így sem lennénk esélyesei annak, hogy nemzetközi kupát érő helyezésünk legyen. Ez azért érdekes, és azért találtuk fontosnak ezt a kis kérdéskört megvitatni, mert még továbbra is él az a hiedelem nagyon-nagyon sok szurkolóban és nézőben, és általában olyanokban, akik egyébként ritkábban néznek DVSC mérkőzéseket, és ahogy Pontes is, ők is úgy gondolják, hogy hát ez a klub mekkora nagy profi klub, és nem lehet, hogy ne kiesési gondjaik legyenek. Szóval nagyon sokakban él az a hiedelem, hogy hát ezzel a kerettel milyen fantasztikusan kellene játszanunk. Itt van egy Szuk, aki az NB1 egyik legértékesebb játékosa, itt van egy Tőzsér, aki a maga idején szintén az egyik legértékesebb játékosnak számított az NB1-ben, amikor ide jött, és lehetne sorolni az értékesebbnél értékesebb játékosokat. De már erről nagyon sokszor beszéltünk, hogy nem ez játszik a pályán, hanem a pályán egy csapatnak kell szerepelnie, és be kell látni, hogy a jelenlegi csapatunk, én úgy gondolom, hogy nem képes feltétlenül csapatként funkcionálni, még hogyha most például hétvégén be is bizonyították, ahogy már az elmúlt tavaszi mérkőzéseken oly sokszor, hogy képesek küzdeni és kitenni a lelküket a pályára. De a kettő az nagyon-nagyon távol áll egymástól. Szerintem nagyon nagy tévúton jár az, aki úgy gondolja, hogy ez a keret mekkora nagy dolgokra lenne képes. Hogyha jövőre jönne a csoda edző bárhonnan, aki képesnek gondolja magát arra, hogy a DVST-t a dobogóra vezesse, ugyanezzel a kerettel nem gondolom, hogy nagyon vérmes reményeket Az táplálhatna. alapvető probléma az, ugye, hogy olyan játékosokat szerződtettünk, akik sehova máshova nem kellettek, hónapok óta nem voltak játékban, meccshiányuk volt, fizikailag le voltak maradva, adott esetben a képességeik sem olyan egetrengetőek, úgyhogy ez itt a probléma, hogy gyenge játékosokat igazoltunk, ezt ki kell mondani. Akiben meg volt potenciál, és adott esetben jól bekezdett, az meg a szokásos debreceni betegséget elkapva pár hét hónap alatt beleszürkült a mezőnybe. Ugye elég csak Felcserre gondolni, vagy Szukra. Mind a ketten nagyon jól játszottak az első meccseiken, aztán most már gyakorlatilag egyik se fér be a kezdőbe. Szukkapján is érezni lehet, hogy csak azért áll be minden meccsen csereként, mert valószínűleg így adta ide nekünk a Porto, hasonlóan Osváthoz, hogy neki is X számú meccset játszania kell, különben fizetnünk kell érte. Szuk esetében ez halmozottan így lehet, hiszen egy drága piaci érték szempontjából drága játékosról beszélünk, akit feltételezem valami ilyesmi konstrukció alapján tudtuk megszerezni.
tehát én azt érzem, hogy egyébként önmagától már nem férne be a csapatba, és lehet, hogy más cserélne be helyette Pontes is, mondjuk most is lehet, hogy inkább Csuka állt volna be, és nem Szuk, ki tudja. Ezzel mondjuk nem feltétlenül értek egyet, tehát azért mégiscsak tud valamit a srác, azért elfelejteni nem felejtett el focizni, de nem érzem ezt, hogy ő ilyen kényszer beállítás lenne. Én meg egyébként mostanában ezt érzem. Tehát egyetértek, nyilván tud ő focizni, technikailag egy képzett játékos, de ennek ellenére én mostanában már sokszor csak kényszer megoldásnak éreztem a cseréjét, és nem is nagyon tudott lendíteni egyszer sem a csapat játékán egyébként. Ez tény, viszont Csuka sem tudna egy fokkal se jobban, úgyhogy... Hát, én annyit tudok, érdekes, hogy Csuka két meccsen játszott tavasszal, és egyiken sem volt vállalhatatlan, szóval azt gondolom, hogy nem kapott annyi lehetőséget, hogy egyértelműen kijelenthessük, hogy mennyire tudna lendíteni a csapatjátéken. Viszont utána eltűnt hetekre, nem csak a kezdőből, hanem a keretből is, és nem kaptunk arról információt, hogy sérült lenne, úgyhogy megint csak érdekes volt ez a hirtelen eltűnés, majd most újra a kispadon visszatérés. Hát szerintem ez lett volna akkor a második témánk, és akkor ami a DVSC-vel kapcsolatos, azt ki is beszéltük, ugye még három forduló van hátra, Ferencváros, Honvéd, valamint majd a Diósgyőr elleni találkozó. A napokban talán pont aznap, amikor ezt a podcastet hallgatjátok majd, akkor kikerül egy cikkünk, amelyben a legfontosabb hátralévő mérkőzésekről lesz szó, ott majd kifejtjük azt, hogy mit is várunk a hátralévő mérkőzésektől, ha nem is pontszámokban, de valószínűségekben. Úgyhogy azt a cikkünket mindenképpen ajánljuk nektek. És akkor a harmadik téma, amiről mindenképpen ismét beszélni szeretnénk, és valószínűsítem, hogy egyébként erről nem csak beszélünk, vagy beszélni fogunk, hiszen azért a podcastjeinket az olvasóinknak csak jó, hogyha 10%-a hallgatja, de mindenképpen beszélni kell arról, hogy mi is a mi szerepvállalásunk, és mi is az, ami a Loki blogot Loki bloggá teszi. Hát ez megint egy olyan téma, ami hétről hétre előjön, és már kicsit unalmasnak tartjuk, hogy mindig ezzel kell foglalkozni, de meg is hagyom neked, hogy vázolt, hogy konkrétan miről van most szó. Igen, nehéz egyébként erről beszélni, mert amit mindenképpen szeretnénk mondani, hogy amikor bárkivel is vitába kerülünk, ne gondoljátok azt, hogy megsértődünk, nincs részünkről soha semmiféle sértődés, az meg hadd engedtessék meg egy beszélgetésnél, hogy kifejtsük az ellenvéleményünket. De egyébként minden véleményt köszönünk, akkor is, hogyha az éppen kritikus, akkor is, hogyha az éppen olyan, amivel nem feltétlenül értünk egyet, vagy akár nem értjük meg, hogy ez most hogy is jött ide, mert kellenek ezek a vélemények. Tehát én azt gondolom, hogy akkor működünk jól mi is, meg akkor működik jól a világ, és hogyha lehetőség nyílik arra, hogy mindenki elmondhassa azt, hogy ő hogy gondolja, aztán ezeket az érveket lehessen ütköztetni. A legnagyobb szomorúságom az, amikor bizonyos fórumokon például nem lehet normális beszélgetést egyesekkel folytatni, mert egyből vagy személyeskedésbe csapált a dolog, vagy pedig mindenki ugyanazt fújja folyamatosan továbbra is, és nem jutunk egyről a kettőre. Én úgy gondolom, és ennek nagyon örülök, hogy a Loki blog hozzászólóival azért lehet egyről a kettőre jutni, lehet érdemi beszélgetést folytatni, és nagyon szépen köszönjük a visszajelzéseiteket is, akár negatív, akár pozitívan is jött. Tehát ezt előjáróban mindenképp szerettem volna elmondani. Amit problémát okoz sokaknál, vagy problémát okozhat, de nem is tudom mennyire sokaknál, hiszen ugye egy blogról beszélünk, és internetes közegről beszélünk, és azt mindig szintén tudni kell, hogy akinek adott esetben tetszik valami, vagy egyetért, ő is hasonlóan gondolkozik, az nem fogja hozzájönni, hogy ez az szép volt, srácok, jól megmondtátok, jaj, én is így gondoltam, nagyon tetszett ez a cikk, stb. Tehát nem lesznek ilyen jellegű hozzászólások, mi sem így csinálunk minden nap attól, hogy olvasunk valami érdekes vagy jó cikket, hanem tovább kattintunk. Nyilvánvalóan ezért, akinek meg valami nem tetszik, az pedig hozzászól, és ezért úgy tűnik, mintha nem a kisebbségként szólna hozzá, hanem igenis a sokaság lenne az, akinek valami nem tetszik. Úgyhogy nem gondolom, hogy olyan sokakat érint ez a dolog, viszont mégis egyre jelentősebb az a létszám, amivel képviselik magukat egyesek. Eléggé ambivalens érzéseket táplálnak néhányan a Loki blog iránt,
És ezen gondolkoztam az elmúlt hétvégén én is, hogy minek köszönhető, vagy minek tudható ez. Ugye egyrészt ott vannak azok a cikkeink, amik eszmefuttatásként jelentkeznek, ahol megírjuk a totál abszurd, totál absztrakt, totál szubjektív véleményünket arról, hogy vajon hány pontot várunk a következő meccseken, és akkor leír mondjuk UEFA-n egy ilyet, hogy szerinte a Fradi leadja a pontokat az MTK-nak. Vagy én leírtam most a szintén a mai napon olvasható cikkben, hogy milyen végkimenetelre számítok, mondjuk a DVSC-DVTK mérkőzés kapcsán. Tehát ez egy abszolút szubjektív, szurkolói dolog, teljesen ugyanolyan információ, mint hogyha valaki bemenne a kiskocsmába, és ott elbeszélgetne a jó cimborájával arról, hogy a DVSC vajon mit fog játszani a következő találkozóján. Ez az egyik fele az írásainknak. Aztán szépen lehet haladni tovább, akár mondjuk a podcastjeink is ehhez tartoznak, ahol azért szubjektív véleménycsere történik. Nyilván amennyire tehetjük, és reméljük, hogy így érzitek, intelligens formában próbáljuk ezt közölni. És elkezdődik ez a fajta odafigyelés a stílusban is. Tehát nyilván vannak olyan közvetítésünk, vagy olyan helyzetek, amikor nem feltétlenül az a stílus, amit megütünk, amit mondjuk egy nívós szájt megtenne. Gondolok itt mondjuk UEFA-n a jelenlegi hát Facebookos élő közvetítésedre. Az hogy is volt? Hát igen, ott, aki látta ott azt a meccsvégi bejelentkezést, az most már megérti, hogy miért mondtam azt a múltkor, hogy én nem szeretnék soha a sajtópáholyból meccset nézni, hát ezért. Igen, igen. Volt egy kis rage feelingje a dolognak. De hát egyébként abszolút érthető is, tehát nem tudom, hogy aki ott látta tényleg élőben a diarrás eseteket, az hogy volt képes nem felpattanni és nem mondani a magáit. Én is mondtam a sajtópáholyban, csak én szofisztikáltabban próbáltam megfogalmazni a véleményeimet. Szóval van egy ilyen fajta stílusunk, amit azért próbálunk vinni, hogy néha ugyan van, amikor megengedünk magunknak többet is. Én úgy gondolom, hogy ez egyébként belefér, de összességében próbálunk törekedni az intelligensebb megnyilvánulásokra. És ennek kapcsán, tehát a nagyon szubjektív, nagyon sok esetben egyesek szerint szélsőséges véleményünk mellett nagyon sok olyan cikket írunk, például Anderson nálad is ugye van ez a mítoszok nyomában. Mi ennek a neve ennek a rovatnak? Ugye van ez a mítoszok nyomában sorozatod. Például én erre is gondoltam a hétközben, vagy az elmúlt két csütörtökön írt egy-egy cikkemre, ahol statisztikákkal alátámasztva, külső forrásokra hivatkozva, saját kutatómunkát készítve már-már nem elszállva magunktól, de sok esetben szakcikk jellegű írásra jelentkezünk, vagy próbálunk olyan taktikai videókat, vagy összefoglalókat készíteni egy-egy mérkőzés után, ami már többet fejez ki, mint egy szimpla blog. Ami már többet fejez ki, mint egy szimpla kocsmai beszélgetés a mérkőzést követően. Sőt, tovább megyek, sokkal többet feltételez, mint mondjuk a bulvár sajtó, vagy a bulvár sport sajtó. És e kettő között folyamatos hullámzás van a Loki blog esetén. Tehát ez tipikusan egy olyan blog, és szerintem ez okoz nagyon sokakban ilyen furcsa megnyilvánulásokat, hogy ez tipikusan az a blog, ahol megengedjük az egyik szélsőséget és a másik szélsőséget. Egyik pillanatban egy nagyon szakmai, nagyon alátámasztott profin kivitelezett cikket írunk, amiben rengeteg kutatómunka van, a másik pillanatban meg írunk egy fél óra alatt egy olyan kis szösszenetet, ami éppen az elmékben futkos, és szívesen kiírjuk magunkból, hiszen ez a blognak a lényege. És azért nem engedjük azt, hogy akár a PC beszéd felé elmenjünk, vagy hogy ezt a szubjektivitást kijöjjük a dologból, mert alapvetően ezért jött létre a blog. Csak egyszerűen akkora nagy olvasótáborunk lett az idő folyamán, és lett rá igény, hogy komolyabb jellegű írásokkal is jelentkezzünk, hogy néha ennek az igénynek is próbálunk megfelelni. De ilyen szempontból én megértem azt, hogy van egy kis értetlenkedés a mi szerepünket illetően. Nem tudom, ti egyébként hogy látjátok ezt, hogy mennyire szélsőséges írásaink vannak ilyen szempontból? Hát mindenképp szélsőséges, mert azért tényleg van, mikor erősebb hangnemet képviselünk, és olyan stílusban írunk adott esetben, amit mondjuk lehet, hogy ha nyugodtabbak lennénk, nem biztos, hogy még egyszer úgy írnánk le, de én alapvetően azt gondolom, hogy
Még mindig úgy érzem, hogy sokan túl gondolják a mi szerepünket, hogy nekünk mekkora felelősségünk van, és súlya van annak, hogy mi mit mondunk. Én továbbra se érzem azt, hogy bármit is befolyásolna az, hogy mi hogy írjuk le. Egy valamiben van majd szerepünk, és fontos dolog, meg nagy jelentősége van, de ezt még most egyelőre nem mondanám el, mert még nem ennél a résznél tartunk. Pedig engem kíváncsivá tettél. Egyébként igen, én is erre mindenképpen rá akartam volna mutatni, hogy nagyon sokan ezt szeretik hangoztatni, hogy nagy a felelősségünk. Pont a minap néztem egy videót Szirmai úrtól, egy újabb videókritikában, ő is ezt mondja, hogy nagyon sokaktól megkapja ezt, hogy neki nagy felelőssége van abban, hogy mit mond, csak azért, mert sokan adott esetben több százezren nézik, és ő nem gondolja, hogy ez nem feltétlenül felelősség, hiszen hogyha ő elkezd azzal a fejjel gondolkozni, hogy mit akarnak látni az olvasók, meg hogy ő mit akar üzenni az olvasóknak, az már befolyásolás. Olyan külső befolyásolás, amit itt a Loki blogon én sem szívesen látnék. Tehát nyilván azt is vehetjük egy befolyásolásnak, hogy azt mondjuk, hogy milyen kár, hogy elmentek mondjuk a portugálok. Viszont azt nem azért írjuk ki, hogy bárkit is szándékosan befolyásoljunk, hanem megírjuk azt, hogy mi éppen mit gondolunk az adott dologról, és ez nagyon-nagyon fontos dolog. Ezért van az például, hogy vannak olyan hirdetők vagy reklámozók, akiket azért nem engedünk be akár a Loki blogra, akár nem engednek be más szájtokra a szájtoknak a tulajdonosai, mert akkor ők már bizonyos olyan termék megjelenítést, vagy olyan reklámozást kérnének, ami változtatna azon, ami meghatározza jelenleg az adott szájtnak a gondolatiságát. Nem tudom, hogy egyébként ez mennyire érthetőek ezek a gondolataim. Próbálom összeszedni normálisan, úgyhogy addig át is adom Andersonnak a szót. Akkor én most kicsit még tovább viszem egy érdekes irányba ezt az egészet. Gondolkoztam az elmúlt napokban erről a témáról, és nagyon érdekes volt az is, amit Csibu összefoglalóan elmondott a témáról, kimerítőnek lehet mondani, de nyilván pozitív értelemben. És pont azt érzékeltem, amikor erről volt szó, hogy hát így a saját szavaimmal összefoglalva van, amikor szubjektívek vagyunk, van, amikor objektívek, hogy ez egy nagyon alapvető és érdekes kérdés, hogy ennek helye van-e, ez pozitíve, és ha igen, ezzel mit tudnak kezdeni az olvasók? Én az első kérdésre, hogy helye van-e, és ez pozitíve, én azt mondom, hogy szerintem igen. És azért, mert a szurkolás többféle módon valósulhat meg, és ennek van egy nagyon erős szubjektív oldala, amit nem szeretnénk kihagyni, már csak azért sem, mert hobbiból csináljuk az egészet, és továbbra is szurkolóként. De van egy objektív rész is, amire nekünk is van igényünk, remélhetőleg, ahogy látjuk az olvasótábornak is, hogy járjunk a dolgok végére mélyebben, és elemezzük, hogy mi történik. És ezért van jelen egyszerre nagyon erőteljesen ez az ellentét. Viszont el kell ismerni azt is, és én emlékszem, hogy mikor még csak olvasó voltam, és nem szerkesztő, én is éreztem néha ezt az ellentétet, hogy nem olyan könnyű feloldani bizonyos helyzetekben. Tehát azért valahol tényleg, hogyha nagyon komoly szakmai cikkek, elemzések is születnek, vagy megszületnek itt a blogon belül, akkor tényleg el kell azon gondolkozni, hogy amikor leírunk utána, nem sokkal, egy teljesen ellentétes, szubjektív véleményt, vagy elmondunk szóban, amikor egyszerűen kibújik a szurkoló belőlünk, és nem elemezgetjük, csak elmondjuk, hogy mit érzünk, akkor annak egy picit lehet, hogy tényleg nagyobb súlya lesz, és pont azért lesz nagyobb súlya, mert mellette egyébként remélhetőleg komolyabb szakmailag az, amit lerakunk az asztalra adott esetben. És akkor már, ha ugyanaz az ember mond egy szubjektívet, az is nagyobb súlya esik a latba. Tehát amikor azt mondják, hogy nagy a felelősségünk, ezt egyébként fel lehet fogni nyilván dicséretként is. És egyébként szerintem van is ebben igazság, mert nem csak emiatt nagyobb adott esetben a felelősségünk, így átgondolva, hanem itt reagálnék erre
beszélgetés témára, hogy most mennyiben más az, amit mi szurkolóként itt leírunk. Ebben nem értek annyira egyet veletek egyébként, ebben a kérdésben, mert valamennyire más. És azért gondolom ezt, mert itt a nyilvánosság előtt mondjuk el ugyanazt. Tehát akkor mondjuk egy kocsmai, vagy baráti, vagy bármilyen beszélgetésben van egy szűkebb társaság, akik általában ismerik egymást, és ők megvitatnak egy témát. Hogyha mi leírunk valamit, azt elolvassák több százan, akár több ezren, tehát egy nagyobb olvasótábor, ráadásul rendszeres olvasótábor, akiknek ezáltal, ha másért nem, azért is befolyásoljuk a véleményüket, mert általunk jutnak tényleg sokszor olyan információkhoz, melyeket a klub elégtelen kommunikációja miatt nem tudnak megkapni más forrásból. Tehát ilyen szempontból egyébként az, hogy van egy szerepünk a nyilvánosság előtt, és van egy információ átadó, és ezáltal véleményformáló szerepünk. Én egyébként ezzel egyetértek. Viszont, hogyha tovább akarom árnyalni a képet, hogy mi az, amivel mégis meg tudom úgymond önmagunkat védeni, akkor az az lenne, hogy egyébként nagyon nehéz higgadtnak és objektívnek maradni, olyan fröcsögő és primitív hozzászólásokat olvasva, mint amiket néha olvasunk. Meg olyan indokolatlan dolgokat olvasva, mert néha nem is tudom megérteni, hogy hogy jön az oda, amit valaki leír. És az a gond ezzel, hogy egyébként emiatt sokszor lehet, hogy ingerültebben reagálunk már élből valamire, ami egyébként teljesen építő jellegű és egy pozitív hozzászólás. Lehet nem értünk egyet, de tényleg van egy segítő szándék, hogy ő mond egy építő kritikát. Csak ez a gond, hogy egy idő után kialakul az, hogy az az érzés, hogy már megint ez micsoda. És sajnos amúgy is tudjuk, hogy Magyarországon az internetes vitakultúra a béka feneke alatt van, hogy így mondjam. És ez sokszor itt is érezzük, akkor is, ha szerencsére azért én úgy látom, hogy alapvetően kultúrát olvasó közönségünk van, és azért a Loki szurkoló tábora szerintem átlag fölöttinek mondható, de azért sajnos makulátlannak nem. Szóval nehéz kérdés ez, és most ez csak pár gondolat volt így, össze-vissza csapkodva, de majd még lehet, hogy kicsit tudok pontosítani. Na, örülök egyébként, hogy van egy kis vita, meg van ilyen jellegű véleménynyilvánítás. Nagyon örömmel várnánk azt egyébként, hogy ezzel kapcsolatban ti is megosszátok velünk a gondolataitokat. Én továbbra is azt mondanám, bár megértem azt, amit mondasz, Anderson, de továbbra is azt mondanám, hogy szerintem túlságosan komoly gondolat ez, vagy hát nem is komoly, de elvakult, inkább így fogalmaznék, hogy nekünk felelősségünk lenne. Én... Tehát az a helyzet, hogy amint az előtérbe kerül, hogy nekünk felelősségünk van, akkor ugyanannyi erővel ugyanannak is felelőssége van, aki egy Lucky Drucker kocsmán, vagy Lucky Drucker fórumon hozzászól, és hozzászólását leírja. Ugyanolyan felelőssége van annak, aki a DVSC-re, a Facebook oldalára hozzászólást ír. Hiszen a platform az gyakorlatilag ugyanaz, sőt, én azt gondolom, hogy mondjuk a DVSC Facebookra írt kommenteket még többen is olvassák, mint a mi cikkeinket. Tehát, hogy akkor... Nem biztos, hogy egyet tudok érteni. Melyik részével? Hogy többen olvassák a DVSC ja, Facebook oldalán a kommenteket, nem? Hát figyelj, 60 ezeres like nyilván nem azt jelenti, hogy mindenki olvassa. Ettől függetlenül azt mondom, hogy amint ilyen erővel az internetre fölírunk valamit, akkor az ugyanolyan felelősséggel kell, hogy latba essen, mint bármi más, mint hogyha most mi kommentben odaírnánk. És emiatt én nem gondolnám úgy, hogy nekünk a felelősségünk olyan hű de magas. Már csak azért sem, mert miért is vállalnánk felelősséget? Mi az a dolog, amit mi befolyásolunk, vagy mivel befolyásolunk? Na erre fogok majd mindjárt az előbb felvetett beharangozatot. Így van, sejtettem, mert és hogy befejezem a saját gondolatomat, szerencsére nem tudom, hogy azért te majd mit akarsz mondani, de
nem vagyunk befolyással senkire szándékosan, ez az egyik nagyon fontos dolog. Hogyha szándékos befolyásolásról beszélnénk, akkor azt mondanám, hogy igen, felelősségünk van abban, hogy hogyan befolyásolunk másokat. A másik dolog pedig az, hogy a befolyásunk az hová terjed ki? Mit fog generálni? Tehát attól, én úgy gondolom, hogy attól, mert mi azt kiírjuk, hogy menjenek minél többen mérkőzésre, attól nem mennek többen a mérkőzésre. Nem amiatt fognak többen menni a mérkőzésre, mert jaj, a Loki blogos fiúk azt írták, hogy menjünk ki a mérkőzésre. Amiatt, mert mi azt mondjuk, hogy éppen nem értünk egyet Papp László szavaival, vagy éppen nem értünk egyet azzal, hogy mondjuk Szima Gábor nem jelent meg már régen ankéton, az miben befolyásol bárkit bármiféle módon. Ugyanez igaz akár mondjuk a három portugál elküldésére. Mi leírtuk a mi saját véleményünket, hogyha ez bárki valamilyen befolyással bírt bárkire, akkor az nem rólunk tesz negatív kritikát, hanem azokról a személyekről, akiket ez befolyásol. Ez egy blogoldal, ide leírjuk a véleményünket, a gondolatainkat, néha megpróbálunk szakmaiabban, megpróbálunk forráshivatkozással megjeleníteni, hiszen különben csak vagdalkozás lenne a levegőbe, de attól függetlenül ugyanúgy egy blogoldal vagyunk. És ez nagyon-nagyon fontos ebben a szituációban kihangsúlyozni, hogy nem, semmiféle felelősségünk nincs. Mindenki úgy kezelje ezt az oldalt, mint egy blogoldal, bloggerek vagyunk. Igen, és ami fontos, hogy senkinek nem tartozunk mi beszámolással a cikkeinkről. Nem hinném, hogy mi bárkinek magyarázkodnunk kéne, hogy mit miért írunk le. Ugye most legutóbb éppen ez a téma került elő az összefoglalónk alatt, hogy én megjósoltam valamit, és akkor számon kérik rajtam azt, hogy na, nem lett igazam, és akkor most mi van? Hát mi lenne? Hát tévedtem. Hát most erre nem tudok mit mondani mást. És akkor rátérjek arra, amit már az előbb beharangoztam, hogy miben van nekünk felelősség. Már itt egy kicsit súroltad a témát, de egyértelműen nem mondtad ki. Szóval, amiben egyértelműen van felelősségünk, az, hogy az évek múlásával, ahogy ugye egyre olvasottabb oldal lettünk, egyre ismertebb oldal lettünk, akarva akaratlanul is egyre több olyan információhoz jutunk, ami nyilvánvalóan nem publikus, és adott esetben olyan dolog, ami hogyha nyilvánosságra kerül, akkor az nem biztos, hogy akár nekünk, akár a klubnak jót tenne. Na most nekünk ebben van a felelősségünk, hogy ezeket az információkat úgy kezeljük, hogy bizalmasan, és csak azt az információt osszuk meg az olvasótáborunkkal, amiből senkinek nem lehet baja. Itt most gondolok arra, hogy ugye a legutóbb mi közöltük először azt, hogy a portugálok távoznak az akadémiáról, kaptunk is ezért a fejünkre ugye a Drucker kocsmán egy bizonyos szemétől, hogy hát ugyan mi honnan tudnánk erről, miért pont nekünk lenne erről első tudomásunk a városban, hát tessék, utána másnap minden debreceni hírportál lehozta, aztán rá egy napra meg már ugye az országos hírportálok is, de első körben ugye ezt mi írtuk ki. Mégsem voltunk sehol megjelenítve forrásként, de ez már mellékes. Bocsi, itt egy picit hozzátennék. Amikor ezt kiírtuk, már legalább, én szerintem eltelt 8-12 óra az információt követően, sőt, akár 48 óráról is beszélhetünk. Eltelt egy nap. Maradjunk így van, ebben. Így van. Legalább egy nap eltelt azt követően, hogy mi tudtuk ezt az információt, és nagyon-nagyon sokat gondolkoztunk azon is, beszéltük, hogy ezt kiírjuk, megvárjuk, hogy más kiírja, esetleg megvárjuk, hogy a DVSC közölje, pontosan hogyan is történjen mindez. Biztos forrásunk volt, tehát nem az volt a kérdés, hogy nem azért várunk-e ki, mert nem vagyunk biztosak abban, hogy ez megtörténik, de ott is nagyon-nagyon sokat gondolkoztunk azon, hogy ezt most megtegyük-e, ne tegyük-e meg, és hát olyan személyekről is érdeklődtünk-e felől, akiknek egyébként van erre befolyása. Tehát ott sem csak úgy szimplán a hasunkra ütöttük, hogy jól van, most ez nem bánt meg senkit, írjuk ki nyugodtan. Megtörtént, és innentől kezdve azon nincs mit titkolózni, én úgy gondolom például azon sem, hogy Kondás Elemér éppen most a valamelyik utánpótlás csapatunkat edzi, és nem ha is értem. Feljött témaként, akkor itt most nagyon tényleg zárójelesen ugye vita volt arról egy korábbi adásunkban, hogy miért nem került fel erről a hivatalos honlapra semmi info, hogy Kondás visszatért. Aztán ugye beszéltünk arról, hogy kíváncsiak vagyunk, hogy
a klub hogy fogja lekommunikálni a portugálok távozását. Hát kérem szépen, pontosan ugyanúgy, ahogy mondjuk Stevo Nikolić távozását, egyszerűen levették a akadémiai szakmai stábból a három portugálnak a névjegyét, tehát ők ilyen szempontból nem is léteztek, soha itt se jártak. Azt se tudjuk, hogy kik ők, kik voltak. Már nincsenek itt, nem is voltak. Hát mondjuk ott van a cikk, hogy jöttek, de hogy mi lett velük 10 év múlva már, aki nem követte figyelemmel, vagy nem emlékszik vissza, annak nem lesz róla tudomása, hogyha csak a hivatalos oldalnak a cikkeit nézi végig, mert... Tehát... Na, nehéz egyébként ez, mert tényleg egyébként én is azt gondolom, amit azért Anderson is elmondott, hogy van itt egyfajta ilyen ambivalencia, és én miatt megértem a hozzászólóinkat, de én azt is nagyon-nagyon fontosnak látom, hogy ne beszéljünk itt arról, hogy bármiféle felelősség is van az olvasóink felé. Mi azt kérjük minden olvasónktól, hogy értse meg, hogy ez egy blog, nem akarunk komolyabban ezzel foglalkozni. Nem a munkánk, nem a hivatásunk, nem kapunk érte pénzt, nincsen kitéve a honlapra reklám, bár néha egy-egy támogató cikk befutott, de ott sem konkrétummal, hanem nem is tudom, ki volt az, aki tavaly reklámoztunk egy cikkben. Egy külföldi fogadó. Poker Stars. Nem, Poker Stars, tehát ilyen pókeres oldal. Tehát még az sincs, hogy mondjuk az önkormányzat, vagy Szima Gábor, vagy bárki azt mondja, hogy gyerekek, írjatok már egy ilyen cikket. Tehát nincsen ilyen jellegű külső befolyása felénk senkinek. Ja persze, tehát olyanra ne gondoljatok, hogy itt bárki cikket rendelt volna tőlünk, és hogy valakinek az érdekében írnánk cikket, mert ilyet is kaptunk már, ugye? Így van, tehát ilyen soha nem történt a Loki blog életében, és remélhetőleg soha nem is fog ilyen történni. Arra egyébként már volt késztetésünk, meg volt rá lehetőség, vagy gondolatunk, hogy adott esetben a klub vezetőit is megszólaltatni, vagy a klub dolgozóit is megszólaltatni, akár egy interjú keretében, ahol elmondhatják az ő véleményüket, de ez nagyon-nagyon sok problémába ütközik, és nem a mi oldalunkról elsődlegesen, hiszen ugyanezek miatt, a dolgok miatt, ahogy ismerjük a DVSC-nek a kommunikációját kifelé, vannak dolgok, amikről egyszerűen hivatalos nyílt keretek között ők sem beszélhetnek, bár fő alatt természetesen elmondják az információkat, de utána folyamatosan kérnek minket arra, hogy ezt meg azt ne osszuk már meg, mert kellemetlen lenne vagy a személyre, vagy a klubra nézve, és ezért nem osztjuk meg. Tehát igen, ez... tehát most visszatérek még ugyanerre a témára, amit most az előbb elkezdtem, hogy ugye fontos az, hogy mi mit osztunk meg, és mit nem. Nagyon nehéz nekünk ez, tehát ezt a múltkor egyszer leírtam talán a Drucker kocsmán, hogy irigylem néha azokat, akik ilyen naivan még nem látnak bele a dolgokba, és tényleg naivan nyilatkoznak egy-egy témáról. Nekünk ez már nem megy, mert mi már annyira belelátunk a dolgokba, és tényleg az csak a jéghegy csúcsa, amit mi adott esetben kiszivárogtatunk, és főként a klub érdekében nem mondunk el olyan dolgokat, amiket ha elmondanánk, akkor nem nekünk lenne belőle bajunk, hanem a klubnak. Tehát most is olyan Novakovicsal több mint egy óra hosszát beszélgettünk pénteken, írtunk belőle egy szerintem nagyon jó kis interjús cikket, de ez megint csak az ilyen általánosabb dolgok voltak, amiket elmondtak. Nyilván azért itt is voltak olyan dolgok, amik hát szaftosnak számítanak, de még sok olyan dologról beszélgettünk vele, amit egyszerűen nem mertünk leírni az ő érdekében, meg a klub érdekében sem, mert nem hiányzik az nekünk, hogy itt balhét robbantsunk ki a két fél között, meg magunkra haragítsunk bárkit is, úgyhogy sok ilyen dolog van, tényleg higgyétek el, hogy ez csak a jéghegy csúcsa, amit ti olvashattok a pletyka rovatokban, meg az egyéb ilyen olyan fórumokon. Nagyon sok olyan dolog van, amiben még mi se látunk bele, de azért úgy szerintem nagyjából rálátunk a dolgokra, és tényleg megvannak az olyan forrásaink, ami alapján teljeshez közelítő képet kaphatunk a dolgokról, de ezt is leírtam, hogy mi soha nem fogunk ilyen konkrétumokat megosztani, nem a saját érdekünkben, a klub érdekében. És azt tenném még egyébként mindehhez hozzá, hogy ugye jellegű kritikákat is kapunk, hogy írhatunk le ilyet, meg miért írunk le, meg ez aláássa a klub becsületét, és így tovább, és így tovább. És nem csak mi írjuk le ezeket, hanem adott esetben megjelenik ez a Nemzet is,
sportnak, nem csak az online felületén, hanem bizony az írott sajtóban is, ami azért már komoly latba esik, akár perelési szinten is. És emlékezzünk vissza, hogy hány olyan eset volt az elmúlt évekből, amikor a DVFC hivatalosan megcáfolt volna valamilyen hírt. Talán az elmúlt évben egy bulvárhírre emlékszek, amikor jött egy azonnali cáfolat, hogy nem úgy van. Volt itt például egy Szakály Péteres interjú, ahol azt mondta, hogy nem akar róla beszélni, ahol előtte lenyilatkozták, hogy mekkora nagy fizetési elmaradások vannak, jött rá reakció a DVSC részéről? Jött rá reakció a DVSC részéről, amikor megjelentek azok a hírek, hogy volt egy összetűzés Herceg András és a portugálok között? Jött rá reakció és cáfolat, amikor volt arról szó, hogy talán a Paks elleni vereségünket követően összeültek ismét a tulajdonosok megvitatni, hogy mi legyen pont essel. Volt rá cáfolat, amikor azt mondtuk, hogy a három portugál elhagyja a DVSC-t, közös megegyezéssel szerződés bontanak. Nem történnek ilyen jellegű cáfolatok, pedig mind sem egyszerűbb annál, mint hogy azt mondják, leírják cikkben, hogy nem kell aggódni, minden rendben van az akadémián, azon dolgozunk továbbra is, hogy a lehető legjobb legyen a csapatnak és az utánpótlásnak. Sziasztok! Tehát mikor olvasunk ilyeneket a dvsc.hu-n? Hát ez gyakorlatilag beismerés, tehát azt, hogy nem cáfolod meg a pletykát, az majd, hogy nem egyenlő a beismeréssel, mert nyilván nem hazudhatod azt, hogy már pedig nem így van, mert ennek az ellenkezője ugye bármikor bebizonyosodhat, az pedig még kellemetlenebb. Elismerni nyilván nem fogod, hogy balfasz vagy, de viszont ez a hallgatás, ez meg a lehető legrosszabb dolog, amit csak történhet. Igen, mert közben vannak olyan szurkolók, akik meg még hisznek a klubban, meg bíznak benne, és én is irigylem őket, nagyon jó, és én is nagyon szeretnék ezt az érzést. De ezzel még őket is eltántorítják, hogy akkor most pontosan mi is történik. Van egy szituáció, és hallgat az, aki benne van a szituációban, és akire nézve kellemetlen a szituáció. Inkább elhallgatja. Ez én úgy gondolom, hogy nem feltétlenül hiteles kommunikáció, és ez a másik gondunk azzal, hogyha mondjuk a klubhoz közel álló személyekkel beszélünk, vagy őket kérnénk meg interjúra, hogy mi az, amit hitelesen ad át, és amit nem hallgat el, amit nem csűri át egy picit, találkoztunk már sajnos ilyennel is. Úgyhogy, hogy higgyétek el, nagyon nehéz, bár szerintem el is hiszitek, nem is ez a dolog. Én elhiszem azt, hogy egyesekben ez kicsit zavart okoz, hogy mi egyszer szakcikket írunk, egyszer meg bulvár szinten beszélünk dolgokról, vagy ha nem is bulvár szinten, de mondjuk átigazolási pletykákkal foglalkozunk, vagy sejtelmesen, homályosan fogalmazunk. Ez egy blog, továbbra is blogként szeretnénk, hogy funkcionáljon, és majd még mi fogunk itt eszmecserét folytatni, meg egy kicsi agyvihart kavarni, vagy aki úgy jobban ismeri, brainstormingot fogunk tartani annak érdekében, hogy szeretnénk valamennyire biztosan felmérni azt, hogy mi az, amiben szerintetek lehetne és hogyan lehetne változtatnunk, hiszen mint blog nagyon fontos az, hogy az olvasóinknak milyen véleménye van, nem feltétlenül rólunk a személyünkről, hanem leginkább arról, amit hétről hétre nyújtunk, amit csinálunk, mi az, amire szükség van, mi az, amire kevésbé. Ugye korábban volt például kézilabdás jellegű kérdésünk, hogy az hogy legyen. Tavaly volt egy támogatás igénylés tőletek, amit azóta is nagyon-nagyon köszönünk, és hálásak vagyunk, mert így biztosítva van a működésünk, és nagyon sok esetben fordulunk így mi is hozzátok, úgyhogy ez elképzelhető, hogy meg fog történni majd a következő hónapokban, és gondolkozunk majd azon, hogy hogyan alakítsuk tovább a blog életét, annak érdekében, hogy minél többen megtalálhassák azt a Loki blogtól, amit keresnek benne, amikor cikket olvasnak. Anderson, egyébként neked mi a véleményed erről, mert most nagyon Juvefannal tértük ezt, és téged egy picit kihagytunk belőle. Mármint azon felül, amit elmondtam. Így van, tehát utána erről, hogy akkor mégis van-e felelősségünk, vagy nincs, hogy osztjuk meg a cikkeket, hogyan gondolkozunk e téren. Azt gondolom, hogy olyan szinten van felelősségünk, amit már én elmondtam, tehát a nyilvánosság az azért mindig jelent egyfajta felelősséget, viszont hogyha azt nézzük, hogy mi befolyásolunk-e, vagy akarunk-e befolyásolni embereket,
legfeljebb olyan módon akarunk, hogy szeretnénk erősíteni a szurkolói identitást, tehát azáltal, hogy ennyi energiát belefektetünk abba, hogy írjunk a Lokiról, azzal kicsit szeretnénk erősíteni azt, hogy a többi szurkoló is merjen megélni ezt az identitását, akkor is, ha egyébként nehezebb a helyzet, merjen foglalkozni ezzel, tehát egy kicsit segíteni akarunk, hogy ne fásuljanak el. Hát egyrészt mi se fásuljunk el, mert hogyha tényleg belefektet energiát valamibe az ember, akkor az kicsit megvédi ettől. Másrészt meg én tapasztalatból úgy gondolom, mikor még, erre már ugye hivatkoztam, mikor még olvasó voltam, akkor úgy láttam, hogy én szurkolóként és olvasóként rengeteget tudok profitálni abból, hogy van egy blog, amely tud egy kicsit informálni, tud írni részletesebben arról, amit én is láttam, és ez egy jó kapcsolódási pont. Nem azt mondom, hogy az, amit mi konkrétan csinálunk, így minden szempontból jó, és ez a kapcsolódási pont, hanem maga a blog funkciója az ad erre egy lehetőséget. Azzal meg egyetértek, hogy egyébként az építő jellegű kritikának mindig helye kell, hogy legyen, és én is támogatom ezt, hogy egyébként meg kell kérdezni az olvasókat arról, hogy mi az, amit tudnánk máshogy, akár tényleg jobban csinálni, mert szembe kell nézni azzal, hogy aki egy blogot csinál, úgy főleg egy ilyen témában, az úgy is hibázik előbb-utóbb. Van, amit utólag már lehet én is máshogy írnék, máshogy gondolok, akár csak annyi, hogy mondjuk pontozok valahogy egy játékost, aztán olvasva a hozzászólásokat, rájövök, hogy igen, tényleg lehet, hogy túl sokat adtam, túl keveset adtam, ez egy egyszerű példa. Nyilván lehetnek akár ennél komolyabb kérdések is. Szóval mindig van lehetőség a fejlődésre, de a kultúrált módon megfogalmazott kritika az, ami előre tud vinni, mert akkor egy idő után bennünk is erősödhet az az érzés, hogy ez most nem támadás, egy ilyen csípőből támadás, egy olyasmi, hogy miért védjük Szimát, miért támadjuk Szimát, miért védjük ezt a játékos, miért támadjuk ezt a játékos, mert körülbelül ugye ezt pro-kontra már megkaptuk sok esetben. Szóval igazából tényleg a vitakultúra az, aminek ideje lenne fejlődnie, és az információ meg tényleg olyan, hogy rengeteg pletykát hallani mindig a Loki házatáján különböző forrásokból, mi van, hogy tény, hogy nem feltétlen csak pletykákat hallunk, hanem bizalmasabb információkat is. Ez minden témában így van, hogy aki egy kicsit jobban benne mozog, az egy idő után jobban rá lehet valamire, viszont azt azért fontos szerintem hangsúlyozni, hogy ha valamit nem mondunk el, akkor nyilván nem azért tesszük, hogy dörzsölgethessük a tenyerünket, hogy mi mennyivel többet tudunk, és ilyen kis benfentes mindentudók vagyunk, hanem egyszerűen nem mondhatjuk el. Vannak sajnos ilyen helyzetek. Én ezt egyébként sajnálom, hogy így van, és nincs egy őszintébb kommunikáció a klub részéről, és tényleg mindig ezt kell mérlegelni, hogy most mit lehet elmondani, mit nem lehet elmondani. Reméljük, hogy egyszer ez majd megváltozik, mert erre szükség lenne. Igen, és egy gondolatodra visszatérve itt a vitáknál, hogy nekem az a halálom, amikor akár Facebookon, akár a Discuss comment zónában valaki kritikát fogalmaz velünk szemben, és mi adott esetben nem értünk egyet a kritikával, és normális hangnemben elmondjuk, hogy szerintünk ez nem így van, akkor a következő hozzászólás az, hogy na nektek aztán nem lehet kritikát megfogalmazni, mert megsértődtök. Tehát nekem ez a halálom. Nem tudom, ti hogy vagytok ezzel. Azért én is mondtam ezt úgy előjáróban, hogy nem ilyen szempontú ez a beszélgetésünk se, és szerintem már réges-rég túlnyúltunk egyébként a szokásos heti hármas időintervallumon. De és hát még azt is... mondtad, hogy nem lesz hosszú. De hát ezért is jeleztem ott a harmadik témánál, hogy ez bizony most tényleg a DVS cím túlmutat már. De hát ez van, akár át is lehetne, hogy nevezni ilyen
ilyen vlog jelleggel, de hát nem véletlenül podcast a neve ennek az adásformának is, hát gyakorlatilag beszélgetünk mi is. Nem biztos, hogy mindig igazunk van, sőt, biztos vagyok benne, hogy sokszor tévedünk, vagy ha jól is gondoljuk, de nem úgy tudjuk átadni, vagy nem úgy adjuk át, ahogy azt szeretnénk, úgyhogy mindenképpen próbálunk javítani folyamatosan a blogon, de ez eddig is így volt, és amíg ez így marad, addig én úgy gondolom, hogy van helye és van pozitívum annak, amit mi csinálunk. Talán még mi is keressük egyébként folyamatosan saját magunkat, meg azt, hogy hogyan alakuljunk tovább. Tényleg ez egyébként nektek köszönhető, úgyhogy köszönjük azt, hogy ennyien hallgatjátok adott esetben a podcastjeinket, meg annyian sokan olvassátok a cikkeinket, ami miatt tényleg nem is gondolkozunk azon, hogy bármi probléma lenne a Loki bloggal, bármi is történjen magával a Lokival. Hát szerintem egyelőre ezt a témát most, ha nem is végérvényesen zárhatjuk le, de most a podcast adás erejéig mindenképpen befejezetnek nyilvánítanám. Biztos vagyok benne, hogy erről lesznek még cikkeink, főleg majd május végétől, amikor jön egy kisebb holt szezon, és meglátjuk majd, hogy hova tudunk tovább menni. Mindenféle véleményt köszönünk akár ehhez a podcasthez is. Én a magam nevében megköszönöm a megtisztelő figyelmeteket, és nagyon bízom benne, hogy mielőbb ki tudjuk harcolni a bennmaradást. Hajrá, Loki! Én Csibu voltam. Sziasztok! 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 Köszönjük a figyelmet. Hajrá, Loki!